Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitai György vagyok, mesterszakács, és ez itt az Én Alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és közeledik a húsvét. Ha húsvét, akkor nyuszi, ha nyuszi, akkor répa, és ha répa, akkor répa torta. Nem állítom, hogy ez egy tudományos megközelítés volt, de valahogy így alakulhatott ki az a szokás, hogy húsvét környékén répatortát is szokás sütni. Megsütöttem én is a magamét. Ez a változat egy nagyon picit modernebb, ha úgy tetszik, reformosabb. Mézzel készül, dióval, teljes örlésű búzaliszttel. És már is mutatom a készítését, még talán egyetlen egy gondolat. A tortától elvárná az ember, hogy ilyen krémes, réteges, gazdag, mázas és mindenféle. Ez egy kicsit más jellegű sütemény, ezért aki gondolja, nyugodtan nevezheti répasütinek is, de akkor lássuk a készítést. 4 darab elles méretű tojást szétválasztottam, a tojás sárgájához töttem 5 evőkanál mézet, ez általános sima virágméz, ez 125 g volt, megnéztem, és most ezt elektromos habverővel maximális fokozaton nagyjából 3-4 perc alatt sűrűn folyósra, szinte krémesre felverem. Amikor ez megvan, hozzáöntök 10 deka olvasztott, de nem meleg vajat, és körülbelül 1 perc alatt ezt is jól elkeverem. Kimértem 20 deka teljes örlésű búzalisztet, azaz Graham-lisztet, most teszek hozzá egy ilyen, hát majdhogy nem csapott kis kanálnyi szódabikarbónát, következzék 2 csapott kiskanál mézes sütemény fűszerkeverék, kap egy ilyen csipetnyi sót, körülbelül ez egy ilyen fél mukkás kanál, és ezt az egészet összeforgatom. Mézes sütemény fűszerkeverék helyett készülhet mondjuk 2 kiskanál fahéjjal, és akkor 1 kiskanálnyi reszelt szegfűszeggel, pontosabban őrölt szegfűszeggel és őrölt szelecsendióval, de az 1 kiskanálnyi az összesen értendő ezekből, hiszen nagyon erős fűszerekről van szó. Hozzáadom az előző tojásos, mézes keverékemhez, így, és ezt is elkeverem nagyjából 1 perc alatt. A reszelő kislyukó oldalán át belereszelek 40 deka megtisztított sárga répát. Amikor a répa megvan, azt elfelejtettem mondani, de a reszelő kis lyukó oldalán át reszeltem le, tehát a sajtreszelőn át. 20 deka megtisztított dióbelet durvára vágok, vagy ha úgy tetszik, gorombára vágom, és ezt is hozzáadom az előzőekhez. Hozzáadok még 10 deka mazsolát, de fontos elmondani, hogy mazsola helyett kerülhet bele fölkockázott aszaltszilva, vagy más kedvünkre való aszaltgyümölcs, sőt, a sárgarépa remekül házasítható narancsal. Így azt mondom önöknek, hogy fölkockázott narancshéjat, cukrozott narancshéjat is tehetnek bele. Én már próbáltam úgy, hogy ment bele nagyjából 1/3 mazsola, 1/3 aszaltszilva, 1/3 cukrozott narancshéj, azaz oranzsát, és rendkívül finom lett a végeredmény. No, ezt most elkeverem. A tojás fehérjét kemény habbá verem, tehát a 4 tojás fehérjét. A tojás fehérjét könnyed mozdulatokkal, hogy ne törjem, beleforgatom a répás masszámba. Időközben elkezdtem bemelegíteni a sütőt, ez hagyományos sütő esetén olyan 165 fok körüli hőmérsékletet jelent, légkeverés, illetve alsó-felső sütés esetén inkább olyan 155-öt. A masszát egyenletesen belesimítom egy 23 cm átmérőjű tortakarikába, amit kivajaztam. Az elkészültét majd egy közepébe szúrt tűvel ellenőrzöm, és gyakorlatilag van időnk bőséggel elmosogatni, rendet rakni. Elkészült tehát a mézes diós mazsolás sárgarépa torta. Akinek szimpatikus volt a videó, kérem nyomjon rá egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőbb tegye meg, hiszen most már több mint 490 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak!